Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepei Adrien vagyok. Egy olyan vendéget hívtam ma a stúdióba, akivel pont most újra megbeszéltük, hogy már megbeszéltük egyszer, hogy egyszer majd beszélgetünk egy nagyon jót. Úgyhogy most itt a soha vissza nem Térő alkalom, hogy Tompos Kátyával beszélgessünk egy nagyon jót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Az első élményem már mint valódi találkozás élményem veled kapcsolatban, mert láttalak már színpadon, filmben, ahogy szinte mindenki az országban szerintem valamilyen módon találkozott az arcoddal az elmúlt 15 évben. Az első személyes találkozásunk az az volt, amikor a Madás Színházban volt egy közös próbánk, ezt olyan menő elmondani, de így volt. És ö, arra mentem be a stúdióba, hogy te próbáltál a színpadon, énekeltél, Hát, biztos szoktál ilyen nagyon elszállt rajongói visszajelzéseket kapni, de hát én megálltam ott, és telt maradt a szám. El Elmeséled, hogy mit énekeltél egy egy népdalt? Igen, 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 egy ö, ö, macedón népdal volt, ö, amit nagyon régen tanultam, és nagyon nehéz volt megtanulni a Söndörgő Együttes kért fel arra, hogy, hogy csináljuk meg közösen ezt a dalt, és egyszer, igen, egyszer, egyszer voltam vele Szkopiében is, és, és akkor ott, 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 is elénekeltem, és nagyon sokan gratuláltak, és mondták, hogy hogy ezt, ezt a dalt náluk is nagyon, nagyon kevesen tudják elénekelni. De addigra már eltelt sok időt, tehát én akkor már valamennyire úgy benne voltam ebben a Ebben az egészben, de nagyon nagyon nehezen adta magát. Tehát vannak olyan, olyan dalok, vagy művek, vagy tök mindegy nem csak, nem csak zenéről beszélgetünk, vagy be, beszélgethetünk ilyen szempontból, hanem bármiről versőn monológról, ami nagyon nehezen adja magát, és egyszer csak eltelik valamennyi idő, nem foglalkozol vele, addig nagyon sokat foglalkozol vele, és, és az Istenért nem tudod megcsinálni, és aztán kicsit félbehagyod, vagy elfelejted, és egy év múlva rájössz, hogy valahogy, valahogy szembe jön veled még egyszer, is, már, már működik, már rájössz a kulcsára. Hát ez olyannyira működött, az idén januárban volt, amikor mi találkoztunk először, olyannyira működött, hogy ezt akárhányszor próbáltad utána ezt a dalt, az megállt az élet a stúdióban. Tehát mindenki, nem lehetett más csinálni, csak téged nézni és hallgatni. Tényleg, de jó. Igen. Én mindig azt gondolom, hogy én mindig, mindig, egy olyan érzésem van, amikor azt a dalt éneklem, hogy valami, valami még hiányzik, akárhányszor éneklem el, hogy valami, valami még, 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 kell oda, ami, amit még mindig nem. Tehát, itt tiszta titok, nem tudom, ezt, nem tudom ezt, jobban elmondani. Szerepben van ilyened, ami, ami, mindig mást ad? Tehát fejlődik veled együtt, nyilván minden szerep, de ami, ami nehezebben adja magát, van-e olyan? Hát persze, biztos, hogy volt olyan, biztos, hogy volt olyan szerep, meg, meg nem csak a szerep, hanem azért ugye az, azon is múlik, hogy mi a te elképzelésed, szerepről, úgy nagy vonalakban, még mielőtt bármihez neki fogsz, hogy, ta, hogy kezded el tanulni a szöveget, mi van az agyadban, amikor elkezded tanulni a szöveget, mert azért, mert azért tudod, az emberek mindig kérdezik, hogy Úristen, hogy lehet ennyi szöveget megtanulni, miközben mi, tehát a színész mindig köti valamihez. Tehát, hogy köti vagy mozdulathoz, vagy vagy valamilyen, ö, vagy a partnernek a végszavához, vagy vagy a szituációhoz. Tehát, amíg próbálunk másfél-két hónapon keresztül, mindig kötjük valamihez. De ugye itt... Ö, hogyha tanulod otthon a szöveget, akkor csak ahhoz tudod kötni, amik a te elképzeléseid a szerepről. És ugye mondjuk a rendezőnek nem, nem, egyeznek az elképzelései, és te másfelé mennél, és ő másfelé vinne, akkor ott, ott van egy diszonancia. Tehát ott mindig, mindig azon arra is kell, hogy menjen energia, hogy összehangold a kettőt. Aha. Hogy, hogy azért biztos igaza van, hiszen ő a külső szem, de, de, de mi van, hogyha neked inkább igazad van, de mi van, ha neki van inkább igazad, de te mégis más felé mennél, és akkor ezeket mindig ilyen idő kell, amíg, amíg összefésül, és voltak ilyen nehezen adódó szerepek. Például nekem a bányavirágban volt Székely Csaba színdarabjában, ami nagyon jól sikerült egyébként a, a nemzeti tehát egy nagyon jól sikerült előadás lett. Még az alföldi korszak alatt mutattuk uh -huh. be, és aztán a játékszínben játszottuk, és egyszerűen. Nem, nem, tudtam azonosulni azzal a szereppel, hogy, hogy van -e egy halálos beteg apuka, aki, akit már nem tudom, évek óta ápolnak, a család, az, az, az árva lány, meg, a, meg, az ő testvére, és hogy a, kiderül, hogy az egyházra, az egyházra hagyja az összes vanyadát, úgyhogy a gyerekeknek semmi pénzük nincs. Tehát, hogy kvázi oh. ők, és, ez egy, és ezt valahogy nem tudtam hova tenni vagy valahogy nem, nem tudtam talán elég dühösnek lenni benne vagy vagy ö... Nehéz volt, nagyon mm -hmm. nehéz volt öt, kulcsot találni hozzá, mert mert ö, érdekes módon azt fedeztem fel benne, hogy még akkor sem tudnék egy szülőre haragudni. Tudnék haragudni, de nem tudnám azt mondani, hogy dögöljön meg, vagy, vagy nem, nem tudnék eljutni odáig. Inkább, inkább ö, végtelenül szomorú lennék, vagy, vagy vagy depressziós, vagy ilyesmi. De, de hogy az az nem az a kulcs, az nem volt valahogy mm. meg az én természetemben. Hát akkor menjünk egy picit vissza a te gyerekkorodba. Nagyon, nagyon varázslatos képem lett a gyerekkorodról, amikor egy picit meséltél ezen a, a, vagy ebben a közös műsorunkban. Neked édesanyád orosz, a nagyma már nem is beszélt magyarul, nem nem, ne, nem is tanult meg magyarul ne, egyáltalán. Ne. És azt mesélted, hogy te egy ilyen kis buborékban nőttél fel tulajdonképpen, tehát éveken keresztül egy ilyen kis mini Oroszországban éltél, itt Magyarországon. Mesélsz erről egy picit? Igen, hát ez, ez úgy alakult ki, hogy nekem elég korán meghalt az apukám. Apukámra még emlékszem, ami, ami emlékem maradt róla, az nagyon, nagyon erőteljes, de már úgy emlékszem vissza a, a veletöltött időkre, mintha. hát, mintha már nem velem történt volna. Ugye felnőtt vagyok, és én egy kislányra emlékszem vissza. Mm -hmm. És az, az, az már távol áll tőlem, tehát a, a mostani felnőtt személyiségemtől. Úgyhogy ez, ez, olyan, mintha kicsit olyan, mintha meg sem történt volna. Tehát, hogy, hogy nekem valaha volt apukám, ez egy nagyon érdekes, érdekesen ö, kezeli valahogy az agy meg a lélek. És ö, anyukámmal, hát eleve egyébként, amíg apukám életű nagyon sokat dolgozott, úgyhogy nagyon sokat voltam anyukámmal, és ö, és ö, mi általában otthon oroszul beszélgettünk, mert ő nem, ő nem járt kifejezetten ö, nyelviskolába, hogy megtanuljon magyarul, ő az emberektől tanult meg, és utána úgy felsőfokú nyelvvizsgázat wow. pár év múlva. És ahhoz, hogy hogy ne felejtsem el a nyelvet, hogy, vagy hát én tudjam az orosz nyelvet, hogy ő tudjon a gyerekével oroszul kommunikálni, hogy, hogy minél több mindent át tudjon adni abból, amit, amit fontosnak tartott a saját kultúrájából, meg országából. Azt, azt, ő meg akarta osztani velem, úgyhogy egy kicsit így a saját, a saját képére, vagy a saját formájára is akart nevelni, és akkor és akkor én ebből is kaptam. Aztán minden, ami, amit ezen kívül kaptam, az, az ugye az iskolából meg a, azt az óvodából szedtem fel, de való igaz, hogy nem volt, nem volt egyértelmű az, nem azt mondom, hogy nehéz volt, mert mindenhol elfogadtak meg, mindig, mindig ez egy kicsit kuriózum, hogy egy kétnyelvű gyerek, hogy jaj, az az, az, orosz, az orosz kislány, és akkor a, 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 ma, a magyar közegben nyilván az orosz kislány, mert hogyha ott jöttünk volna a Moszkvában, akkor a magyar kislány lettem volna, tehát ez ez mindig egy kicsit ilyen egész vagy az óvó néni körében, meg a tanárok körében. Meg, 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 hát a gyerekekkel is nagyon jól kijöttem, csak hát nehéz volt egy kicsit megtanulni, hogy nem hogy nekem, nekem nem olyan egyértelműek a dolgok, mint ahogy egy egy, 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 teljesen magyar családban felnőtt gyereknek. És ez a rendszerváltás után közvetlenül, nem tudom, hogy mennyire volt most, ezt nehogy félre is, de hogy mennyire találkoztál előítéletekkel. Tehát akkor nem volt annyira trendi orosznak lenni, úgy sejtem, de ez csak sejtés. Igen, igen. igen. Én talál, hát ő, találkoztam, vagy hogy érzékeltem, közvetlenül nem. Tehát engem soha nem ért semmiféle olyan megkülönböztetés. Csak uh, csak ahogy nem tudom, gimiben, vagy tanultunk a történelem órán mindenféle dolgokat, ott, uh, ott rájöttem, hogy hogy, hogy hogy, mi, mi itt a Bibi, vagy hogy mennyire. Mert miért van az, hogy azt mondják nagyon sokan nekem, hogy annyira szép az orosz nyelv, csak nekünk még mikor kötelező volt, akkor, soha, akkor senki nem akar tanulni, mert nem szerettük. Mert egyszerűen ö, volt egy olyan helyzet, ami, ami kötelezett minket erre, és most meg alig, amli, alig emlékszünk valamire, és olyan jó lenne tudni a nyelvet. És hát ez akkor annyira fontos dolog, hogy az ember most már hogy tanulunk nyelvet, megtetszik valami, mm -hmm. vagy, vagy, vagy van, van egy olyan kapcsolódási pont, vagy van egy olyan ember, akitől hallod, vagy vagy, vagy van egy olyan csatornád, vagy szeretnéd, bele egy színészbe, és szeretnéd megtanulni az ő nyelvét, hogy értsd, amit mond, és akkor elmész, elmész egy ilyen közösség, hogy elkezded tanulni, de ott ugye ez kötelező volt. És egyébként nagyon érdekes, hogy hogy a rendszerváltás után akkor kezdték átképezni szerencsétlen orosz tanárokat angol tanárokká. Igen. És én még általános iskolában egy olyan tanárhoz kerültem, aki szegény velünk együtt tanulta az angolt. Tehát nekünk, nekünk azok voltak az első házi feladatok, hogy volt egy, volt egy ilyen elég kis bugyuta munkafüzet, angol munkafüzet amiben, uh, ami tele volt uh, fekete-fehér képekkel, és azokat kellett kiszíneznünk. <gül> <gül> és hogyha nem színeztük ki, az volt a házi feladat, és nem színeztük ki következő órára, akkor akkor hát nem is tudom, hogy kaptunk-e fekete pontot, vagy, vagy megdorgetott volt, aki fekete pontot kapott, de hogy emlékszem, hogy nagyon meg volt sértődve a, a, a tanárnő, is, és aztán rájöttünk egy idő után, hogy ez azért van, mert még ő se beszélt Angul és nem tudott milyen feladatot adni nekünk. Ja, aztán később már a gimiben nyilván uh, már más volt a helyzet, de, de hogy igen, tehát volt volt egy ilyen. Én tanultam kis négy éves. évig oroszul, igen? ön volt. Ön hát és éves, e, más, igen. igen, csak hogy tudod, akkor is én ezt tapasztaltam, hogy úgy néztek rám, hát ez bolond. Hát igen. miért akar valaki a 90-es évek <laughs> rosszul tanulni? Ja, igen, igen. És én mondtam, hogy hát ez olyan gyönyörű ez a nyelv, hát mondjuk semmire nem emlékszem sajnos. Érteni mm -hmm. így valamennyit, igen, de beszélni, egy kebbi egy mondatot, meg a vapolje bírja lett. Igen, már tavá, is úgy nyit, jó, nyitza, ezt mindig így mondják, én akcentus nem vagyok. Figyelj, én, én, én nagyon emlékszem. hasznos, én annyit tudok, így így a csérez, plos egy tam kino. Na, Ennyi. hát ez már már... Menj át a télen, és ott a mozi, a na, ha jól tudsz boldogulni Moszkva Környékén. <gül> <gül> Úgy, hogy... <laughs> És neked a te te anyanyelvi szinten beszélsz oroszul, de azt mondtad, hogy azt az orosz, amit a, az édesanyjad magával hozott a 70-es években. Hát igen, de hát ez az anyanyelvi szint, nekem ez mindig azt jelenti, hogy hogy azt mondjuk anyanyelvinek, hogy ugyanúgy beszélek oroszul, mint magyarul. De ez nem igaz, mert, mert nem élek orosz közegben. Tehát ő az egyetlen ember, akivel én oroszul kommunikálok. Szoktam másokkal is, csak azokkal ritkábban uh -huh. beszélek. De hát ö, ö, én úgy próbálom fenntartani a nyelvtudást, hogy most már én nézegetek videókat, hallgatok mindenféle uh, rádióműsorokat, meg filmeket nézek, olvasok sokat oroszul. Tehát ahogy, ahogy egy felnőtt, ahogy egy, egy ember uh, fenntartja a nyelvtudását, tehát nem, nem muszáj most már hozzáfordulnom. Meg hát, hogyha mondjuk megyek vendégségbe, akkor állandóan csak az orosz tévé megy, tehát azért ezek, ezek így megmaradtak, meg fejlesztem magamnak, de, de kéne éljek abban. Tudom, hogy akkor válna anyanyelvivé, a tudásom, hogyha ha, ha kint élnék egy kicsit, és soha nem éltem kint. És mi a helyzet az orosz ételekkel? Ő szeretem őket. Hát és főzed is őket? Nem, nem nagyon. egy Egyet-kettőt főzök. Uh, anyukám szokta főzni ezeket inkább, és akkor, és akkor az van, hogy, mert, hogy uh, állítólag én úgyse tudnám megcsinálni. És, <gül> <gül> mert ezt ő tudja a legjobban, mert hogy évek munkája uh, van benne, hogy ő kifejlesztette, és hát már mindent ugye a saját uh, szája íze szerint csinál, volt egy recept, amit elhozott magával Oroszországból, de hát az évek során ugye e, itt-ott még fűszerezte, úgyhogy ilyen titkok vannak, amiket, jó. amiket nem, nem, nem lehet, mindenkivel kell árulni. Úgyhogy, ö, úgyhogy általában ő nekem így el szokott pakolni, és hogy vigyek haza, vagy vigyek valakinek, vagy 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 ilyesmi. És hát nagyon finom leves, ugye a, a levesek azok nagyon fontosak az orosz konyhában, borcs, sí, raszolnyik, ilyen tehát én, én ilyeneket ettem állandóan gyerekkoromban, és ezek mind ilyen nagyon tartalmas levesek, uh -huh. tehát hogyha eszel hozzá egy szelet kenyeret mondjuk, és még tejfölt is ö, teszel bele, akkor valószínűleg nem lesz szükség a második fogásra, mert teljesen ö, el, eltelít, és ezért nekem egy ilyen kis húsleves mindig nagyon jól, jól esett egy ilyen után, hogy, hogyha ha egyszer egy sima, sima tyúk húslevest csinált, mert ö, mert én ezekkel a tartalmas levesekkel nőttem, vagy ezeken a levesekkel nőttem fel És akkor vannak desszertek, meg van a pilményi, szírnyiki, a szírnyiki, az nagyon, az egy, az egy egyszerű, ilyen túrós desszertétel, de reggelire is fogyasztható, ennek sokféle formája van, én ezt szoktam elkészíteni reggelire, mert ez nem Ú, kell sok Ez nagyon makostolnám egyszer, ez Na, nagyon... majd egyszer csinálok. Jó, <laughs> szabadon foglak. <laughs> szívesen. És az, hogy te mondjuk orosz rajzfilmeken nőttél föl, tehát tényleg nagy dózisban kaptad mondjuk az, az, amire mi azt mondjuk, hogy az orosz klasszikusok, irodalomban, filmben. Ez mennyire határozza meg azt, hogy ki vagy a színészként? Szerintem sokban meghatározza. Mm. Szerintem nekem, ne, nekem azt hiszem, hogy nagyon sokat nyomott alatt az, hogy, hogy, hogy hogy egy picit meg akart, az, az anyukám meg akart tartani engem ebben a mesevilágban. Neki nem volt ő, könnyű élete, és szerintem pont azt akarta, hogy, hogy nekem, nekem, ennél sokkal könnyebb legyen. Mm. És, és ő, ő, mindig azért volt, hogy én a saját én, én, azokkal a dolgokkal foglalkozhassak, ami nekem a legfontosabb. Ha a tanulás volt a legfontosabb, akkor, akkor például nem, tehát ő nem, nem kényszerített engem házi munkára, inkább megcsinált a helyettem kicsit ebbe bele is szoktam, tehát kamaszkoromban azért, amikor már, már, már meg kellett teremtenem a saját uh, környezetem rendezettségét, akkor azért ezzel voltak problémák, de aztán megtanultam, tehát hogy kicsit később tanultam meg, mint az összes többi gyerek, mert nyilván, nyilván ő ott akart adni, ahol, ne, ahol tőle az élet elvett. És hát ő mindig mutatta, hogy kik az orosz színészek, kik, kik azok, az, akiket nagyon figyelni kell, meg, akik, meg akikről érdemes tudni valamit, mert hogy milyen jól játszanak. És akkor én ilyen, ilyen katonás filmeken nőttem fel, háborús filmeken. Ugye oh. a ballada a katonáról, vagy a szálnak a darvak, mert ezeket mutatták. hát anyukámnál van orosz csatorna több is, és mindig is volt, tehát ő erre nagyon figyelt, és akkor ezeket a filmeket ilyen tizenéves koromban megmutogatta nekem, és abban a korszakban nagyon idegesített, hogy ezt néznem kellett, mert egyetlen nem ér más érdekel, tehát hogy tényleg mi köze van egy, egy kamasz gyereknek ö, ehhez a háborús témához. És hát a, ez a második világháború ezért az oroszoknál ez ez nagyon-nagyon sokáig, tehát a mai napig eltart, még mindig csinálnak filmeket ebben a témában, mert tényleg egy ilyen kiapadhatatlan uh -huh. bánya művészet szempontjából. Én tök érdekes, hogy, hogy egyszer, amikor megnéztem elejétől végig a szának a darvakat már idősebb feljel, nagyon érdekelt, hogy abban az évben, például a francia moziban, ugye akkor volt az francia új hullám, hogy milyen film született, és akkor azt hiszem, hogy egy Louis Mál film volt, 57-es vagy 58-as, mind a kettő, a szállnak a darvak, meg a szerelem, vagy szeretők, valami ilyesmi volt, Zsámoróval, és hogy mennyire más a két téma, tehát hogy, hogy az egyik az egyik ugye arról szól, hogy, 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 hogy egyedül marad egy nő, és, és hogy hogy tud, hogy, 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 mi lesz vele a háború után. Meg, meghalnak a szülei egy bombatámadásban, a szerelmét elveszíti, bízik benne, hogy visszajön, de végül is férhez megy a testvéréhez, amit rossz szemmel néznek, stb. stb. A másik téma, ugye a franciáknál meg már az volt, hogy hát egy, egy, egy unatkozó házi asszony, aki, akinek van gyereke, meg mindent, jólétben él, gazdagságban él, de ezért hiányzik neki valami kis szerelem, és akkor lelép a szeretőjével, is ott hagyja a gyerekét. Tehát, hogy ilyen, ilyen, egész, egészen más, más iránt érdeklődtek a, az oroszok és a franciák nyilván ahhoz kapcsolódóan, hogy milyen korszakot éltek meg. És ott 57-ben, 58-ban már rég túl voltak a második világháború, és még mindig arról ventiláltak az oroszok. Tehát, hogy azért az 50-es években születtek a legerősebb ö, második világháború témájú remek művek, és még mai napig születnek. És akkor én ebbe egy kicsit így, így tehát hogy kaptam ebből a patriotizmusból, ugye, hmm. amit anyukám magával hozott, főleg úgy, hogy ugye egy idegen országban még inkább, még inkább honvágya van az embernek, és nyilván úgy van vele, hogy örül, hogy itt él, és most már ezt az országot tekinti a hazájának, meg most már itt, 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 itt nyugodott meg, kvázi, de, de, mégis ott maradtak a barátai, ott vannak az emlékei, ott van a fiatalsága, és minden, ami ugye művészet, az, az azért Oroszországhoz nagyon kapcsolja őt, mert, mert az mindig is pesget kint, tehát bármilyen bármilyen uh, történelmi időszakban a, a, a filmek és a színház mindig is fontos volt Oroszországban. Úgyhogy sokat kaptam ettől, és, és nem tudom, hát hogy Csehovot kellett például játszanom több-több Csehov előadásban, játszottam a Sirályban, Ö, nem tudom, nyinát is, mását is, mindig, mindig ott volt az orosz példány, és mindig próbáltam összehasonlítani, hogy, hogy milyen, milyen a fordítás, mindig néztem azt, hogy egy orosz színész hogy játsza, néha nehéz volt ö, nehéz volt azzal szembesülni, hogy, hogy egy, egy, egy magyar rendezőnek ö, mi a koncepciója. Tehát, is. hogy más jelent egy magyar rendezőnek, mint egy orosznak? Persze, persze, meg, meg, meg nem nem olyan, nem, nem azt akarom mondani, hogy többet tudtam volna róla, mert egyetlen nem tudtam többet róla. Mm -hmm. Csak úgy éreztem, hogy jobban a zsigereimben van, tehát, hogy benne van valahogy a bőröm alatt, és ö, én egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy, hogy ez, ez nekem mondjuk megszülessen, de a rendezés nem azt a koncepciót támogatja, mondjuk, amit én, amit én a fejemben, vagy úgy az érzékeim által megszűzhet, ez nagyon nehéz elmagyarázni. És hát nem tudom, valahol, valahol a kettő között az igazság, tehát mindig, mindig a között az igazság, amit a színész gondol, meg amit a rendező lát kívülről, mert Muszáj uh, érthetővé tenni az itteni embereknek, tehát mindig muszáj alkalmazkodni ahhoz a, ahhoz a közekhez, akiknek te ezt szánod, vagy akiknek ezt megmutatod. És például nagyon érdekes volt a, az alföldi robinál játszottam a, a nyinát, és nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, de mégis valami, valami létrejött ebből a küzdelemből, tehát volt valami haszna, ő azt találta ki, hogy a, a, az első monológot, a színház monológot, amit Trepliók megrendez Nyinának, az oroszul hangozzon el. Uh -huh. És ugye, ugye utána ott kiderül, hogy ez, ez vagy hát Arkagyina a anyja mondja a színésznő, hogy hát ez egy ilyen dekadens ízé, ez ilyen tökérthetetlen, minden. És nagyon, nagyon jó volt az, hogy, hogy, hogy ebben, ebben volt egy színész, aki egy teljesen ismeretlen nyelven beszélt, de mégis nagyon érdekes, nagyon fura volt. Valami átjött ebből a, a nyelv zeneiségéből. Aha. Ezért vagyok úgy néha azzal, hogy, hogy a daloknál nagyon szeretem az eredeti nyelvet megtanulni, mert tudom, hogy ami abból átjön, azt lehet, hogy nem adja felfogható, de sokkal jobban érzékelhető. És, és ebben ebben a színdarabban volt egy ilyen rész, és ez nagyon. ez. Ezt, ezt nagyon sokan emlegették később. Hát eleve a ritmika, Igen. a hangsúlyozástok más. Meg Igen. azért ismerjük, tehát hogy azért Igen. A, a, az általán tehát, átlag hogy... színházba járva emberek tudják hogy miről szól. Ez egy ilyen kadensi van elhangzik, hogy <laughs> emberek oroszlánok, sósok és foglyok, tehát hogy és akkor, és akkor az egészből nem lesz semmi, és nagy semmi lesz, és, és elpusztul a világ, és jön a sátán, meg ilyenek. Tehát ezeket azért érti az ember, és akkor ezt Szerintem érdekes volt, igen, az izgalmas. Ez, ez nagyon érdekes. Az jutott eszembe, hogy amikor bármilyen jó énekesekkel a világon mások felé hallottam a kék szakáló hercegvárát, nem értik a ritmikát, a magyar nyelvnek a ritmikáját, ami és nincs leírva. Igen. De ott van, és mi, mi azt tudjuk, hogy ott van, és csodálatosan énekelnek, de valami, az, amit mondasz, hogy valami nincs ami ami amit tudom hogy igen, igen és a magyar nagyon nehéz nagyon nehéz de úgy is, hogy azt mondod, hogy te, tehát tényleg az orosz nyelvvel felnőni, én, én az oroszt hallom, iszonyatosan nehéz nyelvnek, így is azt mondod, hogy a magyar az egy nagyon nehéz nyelv. Igen, de talán azért, mert mert ugye az orosz nyelv, a szláv nyelv csoportok uh -huh. közé tartozik, tehát hogyha mondjuk megtanulsz még lengyelül, tehát könnyebben, ha tudsz oroszul, könnyebben megtanulsz lengyelül, bolgárul, ukránul, szlovákul, csehül, tehát ezek, tehát ebből van tehát magyarul, Hát igen. Hát Néz körül ki, tehát van, van valaki, aki hasonló, de az, az, az nagyon nehéz. Teljesen egy ilyen, ilyen különálló csillag az univerzumban. Egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy hogy ez tulajdonképpen egy harmadik nyelv volt neked a zene, amikor gyerekkorodban. Hát gondolom, egy kicsit nézte a család egyik másik ága, hogy milyen nyelven kezdesz el beszélni, milyen nyelven beszélsz többet, és akkor azt mondtad, hogy a, a zene az egy kommunikációs forma volt neked tulajdonképpen. Tehát az is nagyon mélyen gyökerező nyelvet tulajdonképpen. Igen, igen, lehet, igen, lehetséges. Ez valahogy ö, elég korán megjelent. De de én erre már nem nagyon emlékszem, például, hogy miért. Én arra emlékszem, hogy ha engem énekeltetni akartak, ha mondjuk jöttek a vendégek, ugye a... a, a szülők, fiatal szülők produkáltatni akarják a gyereket, hogy na hát a múltkor olyan szépen énekelt, tehát mutasd meg a többieknek, és akkor így mm -mm, nem, tehát olyankor nem. És akkor ott magyarázkodni kell, de higgyétek el, hogy tudja, csak, csak nem, csak most nem, nem szeretné, és, és, általában ilyen, ilyen helyzetben anyukám teljesen kikészült. És, hogy, 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 magamtól énekeltem, de ahogy, ahogy rám szegeződtek a, a szemek, és, és kérték, hogy mut, na mutasd meg, ott úgy uh, valahogy nem volt kedvem, vagy nem is tudom, úgyhogy az, 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 más volt. Ez olyan volt nekem, mint a, mint a, a rajz, vagy, vagy hogy bármi, bármi ami, ami, ami játék, és ezt nem, azt nem, nem lehet kényszeríteni. És aztán szép lassan elkezdtem ugye ilyen énekkarba járni, meg megtanultam, hogy van, van, amikor ezzel az emberek fellépnek, és és akkor sok ember nézi őket, és akkor neki, nekik egyedül és ezzel, ezzel próbáltam barátkozni. Nekem ezzel sok érdekes módon nagyon sok hosszú idő telt bele, még ezzel megbarátkoztam. De én, én, én tényleg az a fajta voltam, aki, aki azt mondta, hogy én nagyon szívesen énekelek, csak engem ne nézzenek. Nekem az nem kell én el vagyok, tehát hogy kicsit, mintha, mintha, magamnak csináltam volna, és akkor jobban működött, hogy, hogy úgy, úgy, magam voltam el ezzel, és, ezt és nem, nem nagyon szerettem mutogatni. Persze, az nagyon jó esett, amikor jöttek visszajelzések, hogy jaj, de szép, jaj, de szép csengő hangon énekel, és hogy hát milyen ügyes ez a kislány, de hát ö, még akkor sem, még, még az se arra, hogy úgy nagyon mutogassam magam. Valahogy ki kellett belőlem csalogatni, tehát hogy lett egy-két olyan tanárom, akik, akik erre nagyon rá, ráfeküdtek, hogy, hogy mutogassa magát a kislány. És maradt ebből már valami? Tehát például stúdióban máshogy esik a munka, úgy értem hangstúdióban, amikor nem ezt rögzítesz, máshogy esik a munka, mint színpadon? Már hogy hogy érted? Hogy amit hát nem... hogy nem tudom, hogy máshogy működsz -e szerintem igen, mert, ez, mert minden próba, tehát amíg még nem, nem viszed közönség elé azt, amit dolgozol, az ugye saját kis, kis játékszered, vagy gyereked, amin úgy, úgy, amit, vagy kis szobrocskád, amit úgy formálsz, 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 és, és akkor egyszer csak azt tudod mondani, hogy na most érzem annyira késznek, hogy, hogy most megmutatom. De nagyon érdekes, amikor az első lemezt csináltuk, akkor a Hrutka Robival és a zenekarával, akkor mi már, tehát az már már egy meglévő anyag volt az, ami már koncerteztünk. Tehát előbb volt egy lemezbe, vagy egy bemutató, anyagbemutató, és utána vettük fel a lemezt. Ezek már bejáratott dalok voltak. És akkor felvettük a lemezt, mégis úgy éreztem, hogy még, még nem jó, még valami, még valami hiányzik, még valami... Csak egyik nap megcsináltam valahogy egy dalt, és felébredtem másnap, és azt mondtam, hogy de én ma már ezt teljesen másképp gondolom. És közben előző nap három-négy órát dolgoztunk valamin, és már mindenki, már mindenki mondta, hogy de hát itt már el, hogy jó, jó, csak hagyjuk már abban, mert mindenki a könyökünkön jön ki minden. De, de valahogy ezt akkor meg kellett tapasztalni, és akkor mondott egy nagyon, nagyon okos dolgot a Robi, hogy nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Uh -huh. mert az, amit szeretnék változtatni, azt majd úgyis a koncerteken megtehetem. A lemez meg meg úgyis kevert lesz, tehát, hogy az azon lehet még dolgozni, az, az nem mutatja a valóságot, vagy hát persze mutatja, ad egy élményt. Egy lenyom, egy pillanatnyi lenyomat talán. Igen, nagyon tiszta hangzás, de ezt a tiszta hangzást, ez ez koncerteken már nem lesz, koncerteken már az lesz, amit én, én így lélekben hozzá tudok csatolni. Úgyhogy ez szépen megnyugtatott. És akkor a második lemeznél már, már simulékonyabb voltam. <laughs> az jutott eszembe, hogy a, amit legutóbb élőben láttam tőled, még a boldog békeidőkben, a COVID előtt, az Avans című Musical a Madácsban. Uh -huh. És ott uh, egy bevándorló lányt alakítasz. Többször is volt már olyan szerep, ahol akcentussal beszélsz, de tulajdonképpen egy picit nekem rezonál így, amiket most elmondtál. Ez a szerep azokra, ahogy például édesanyád érezhette itt magát Magyarországon, amikor, amikor ide költözött. Beszélgettél erről a szerepről vele? Előzetesen? Ö, erről nem, de ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert amikor szirtes Tamás tanár úr felkért engem erre a szerepre, akkor kicsit hezitáltam rajta, mert nekem akkor már megvolt a varsói melódia. Uh -huh. És a varsói melódiát én magam szerettem volna eljátszani, tehát ez egy ilyen saját kezdeményezés volt, mert pont Pont pont, pont ez, ezt a karaktert érzékeltem magamban, hogy nekem ezzel van valami dolgom, és szeretnék, szeretnék valamit itt hagyni belőle. És, és ő ugye Helga a Varsói Melódiából, ő egy lengyel lány. És akkor én a, a lengyel akcentust csináltam meg a magyarban és a cseh akcentus a magyarban, ami ugye a váncban van, az gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint ami a lengyel van. Van egy-két egy, -két, van egy -két eltérés, de, de mondtam neki tanár úr, de hát akkor egy kicsit lehet olyan lenne, mint magamat ismételném a Varsói melódiából, de csak a Varsói melódia más, tehát ez nem egy zenés darab, az egy, az egy ilyen régi szovjet darab, ami, amihez olyan félve közelítenek az emberek, mert nem, nem, egy, tehát nem, nem, egy ilyen nagy ördög lakat, viszont, viszont Jól játszható, uh -huh. szép ö, szép szerepek vannak benne. És a, a Vance meg egy, egy egy zenés darab, ami a mai, tehát teljesen mai és a mai fiatalokról szól. Úgyhogy, ö, meg hát szép volt a szerep. Tehát ö, azt gondolom, hogy ö, egy harmadik ilyet már nem vállalnék el, de, de valahogy így egymás után jöttek ezek, és ö, és hát más volt, hogy zenés. Tehát egy, egy zenés színházban, egy zenés színdarab, ami ami nagy színpadon megy, az a, a másik a Varsói Melódia, pedig egy kamaradarab, két szereplős, más a hangulata a kettőnek, úgyhogy úgy, van benne sok hasonlóság. Ami még volt akcentusom, az, az talán nem is akcentus a My Fair Lady-ben, az igen. inkább igen. Na azt, hogy oldottad meg? Mert ezek szerint akkor ez mögött tudományos munka áll, hogy te milyen akcentust ö, hozol színpadon, de hogy mondjuk a tájszólásnak hogy futottál neki a Mindfell Lady elején? Hát ez, ez nagyon érdekes, mert erről nagyon sokat beszélgettünk a rendezővel, Puskás Tamással, hogy, hogy kéne valami, de hogy, de hogy ezt általában olyan, ugye a magyar színpadokon valahogy, valahogy olyan furán szokták megoldani, tehát hogy rosszul beszél, de mégsem lehet nagyon eldönteni, hogy mi... mi mitől beszél, vagy hogy, hogy beszél. Milyen el, tájegység rosszul. például. Igen, igen. Igen, és akkor ö, azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha úgy egy az egyben megnézném, hogy milyen ez a kakni akcentus. Uh -huh. Mert ez, ez tehát a, az angolban ez tök egyértelmű, hogy azért nem beszél jól, mert totál kakni akcentussal ö, beszél a lány, és akkor, ö, és akkor néztem erről mindenféle videókat. Nagyon sokat találtam. És mondtam, hogy hát ez, ö, ez végül is teljesen egyértelmű átkonvertálható a magyarba, uh -huh. mert ö, legfőképpen az a, a zárt ö, magánhangzókkal kell ö, jól bánni, vagy vagy valahogy úgy úgy variálni őket. És akkor ez ebben benne van egy kis palóc, tehát hogy ebben ebben, ebben a kakniban, amit az angolban meghallgatsz, abban abban, abban felfedez, vagy egy egy kis vajdasági, amikor ők zártákkel beszélnek, ugye, a, a, a palócok felcserélik az at, az át, az út, tehát egy ilyen nagyon érdekes nyelv, és ez egy bájos, ez inkább egy ilyen, tehát valahol, valahol a, a, a bájos és a vicces között van, mm. és ez nagyon fontos volt, hogy ne, ne vulgáris legyen, de azért egy picit olyan, szóval... Amikor, nem is tudom, amikor valaki, valaki hibásan, be, vagy, vagy azt mondod, hogy hibásan beszél mondjuk a mi pesties beszédünkhez képest, de az valójában nem hiba, az csak egy ízes beszéd, uh -huh. de mondjuk egy olyan nyelvtan náci, mint a Higgins, mert hogy ugye nyelvtan nácinak nevezték el, az azt mondja, hogy hát ez teljesen helytelen, és ezt ki kell kupálni. Ugyanakkor meg, ugyanakkor meg ez, egy, ez egy íz, tehát hogy ez, 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 ez egy, egy olyan, olyan olyan kedvességet ad egy embernek. Nem, nem olyan rég volt nálunk erről egy nagy vita a VMN oldalán, képzeld el, hogy megkérdeztem, hogy mely magyar szavakat, kifejezéseket, mondásokat gyűlölik a legjobban a kommentelők, és rengetegen írtak ilyen lingvicizmusokat, ami mondjuk egy adott tájegységen belül, tehát péld, mondok egy példát, nálunk, nem tudom, szantmárban, nem azt mondják, hogy én nálad idősebb vagyok, hanem tőled idősebb vagyok, uh -huh. ami én sokáig nem értettem, amikor a tanárom el akartam magyarázni, hogy miért nem mondom azt, hogy tőled magasabb vagyok vagy idősebb. És ut utána volt egy, egy vita erről a komment szekcióban, hogy ez akkor nem helytelen, ez csak máshogy Igen. mondjuk, és nem a standard nyelvhasználat szerinti. De érdekes, hogy ilyen nagyon ambivalens a magyar ember viszonya ezekkel a dolgokkal. Tehát ilyen nosztalgikus, mert nagymamám így beszélt, meg a vidéki rokonaim, meg én gyerekkoromban, de elkerülünk Pestre, és így belénkverték azt, hogy nem, ez nem jó, ez Igen, nem jó, nem ez, kell így. Ez nem, ez valahogy szerintem nem jó út, vagy ez, ez, tehát ez biztos, ez nem hiba. Én ezt nem mondanám hibának. Meg hát gondold el, ez ez van egy érzelmi kötődése. Uh -huh. Tehát az, hogy azt mondtad, hogy így mondta a nagymamád, így tanították a szüleid, és valaki azt mondja, hogy hát ez ez hogy beszélhetsz így? Uh -huh. Tehát az olyan, mintha kicsit a szüleidet bántanák, és ez persze, hogy rosszul esik, mindenkinek rosszul esik. Nem tudom, szerintem ezek ezek olyan helyes, volt egy, nem is tudom, hogy hívták, de volt egy időben egy időjárás, időjós időjárás, jelenti, aki, aki így beszélt, azt hiszem, hogy kicsit palócosan, és az annyira jó volt. Ez egy olyan, az egy olyan, ez az, az ember odakapta a fejét, és, és mosolyogva nézte, és azt látta, hogy reggel jól indul a nap, mert, mert valami egészen más, és ez is hozzánk tartozik, tehát, hogy ez is egy ilyen magyar dolog végül is, hogy miért nem lehet ezt jól kezelni. Nagyon érdekes. Nem féltetted magad a, az Eliza Doolittle szerepétől? Tehát az, az annyira kapcsolódik így a a vizuálisan is, ha azt mondod, hogy My Fair Lady, akkor mindenkinek Audrey Hepburn ugrik be, és persze az színpadon is egy, egy siker darab de közben valahogy mégis így éget bele az emberek többségének az emlékezetébe. Nem, képzeld nem, mert ezen már túl voltam, tehát ez, ez, ez a köröm már megvolt, amit most mondasz, amikor a Szegedi Szabadtérén játszottam, akkor agyaltam ezen, mm -hmm. hogy jaj, mi lesz, Audrey hepburn köti mindenki, mindenki, és akkor ott meg is kaptam a magamét hideget, meleget, mert ugye Szegedi Szabadtérén bármit játszol, az el fog veszni. Tehát ha, ha elénekled jól a dalokat, akkor, akkor az, az jó, mert ez, ez, van egy hatalmas nézőtér, teljesen jól hangosítják. Egyébként három mikroport volt rajtam, az Kegyetlen volt. Komolyan. Persze, hát mert. De mi ehhez... homlokod van, vagy hova, hova raknak ilyenkor? A hát, mikroport? az arcomra raktak, akkor volt ez a adóvevős, vagy nem Aha. tudom, mi, amikor itt egy ilyen mikrofon van a szád előtt, ez borzasztóan idegesítő volt, ide felrakták a fülem mögé, a másikat felragasztatták az arcomra, a, a szám mellé, a harmadikat a homlokomra, és akkor ugye mind a. a Legyen természetes? Mikro... Igen, és a három <laughs> mikroport doboz, meg ott lógott a derekamon, tehát mintha ilyen plusz súlyokkal kellett volna össze-vissza ugrabugrálnom, és ugye oda, ott, ö, ö, de a szabadtéri színpadra nagyon nehéz volt kitalálni, hogy hogy, hogy legyenek ezek a jelenetek, hogy mm, amikor tanítják az Elizát, amikor, tehát ezek ilyen tök zárt jelenetek, ez mm. egy kis tér kell, és azok teljesen elvesztek sajnos, úgyhogy ö, tulajdonképpen a, a mm, nagyon örültem ennek a második esének mert nagyon sok Hiányosságon volt, vagy hát úgy éreztem, hogy hogy sok mindennel vagyok adós, vagy maradtam adós magamnak, és akkor végül is, végül is ez a centrálos, meg meg fergetegesen jól sikerült, és ez nyilván nem csak rajtam múlt, egy nagyon-nagyon szuper csapat verődött össze, nagyon jó, hát ez jó ez volt. Ez egy ilyen kult össze. előadás lett, nagyon igen, hamar. Igen, 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 és, és a, a szakács Györgyivel együtt, aki a tervezte, aki pontosan ezeket az 1910-es éveket levette, ahogy ott akkor öltözködtek a, a dramaturgia, a baráti Gyuri, a Puskás Tamás nem akart semmi olyat. Tehát ennek a darabnak egyszerűen nem tesz jót, hogyha az ember modernizálni akarja, vagy el akarja csavarni, vagy valahogy aktualizálni próbálja. Egyszerűen ez egy mese, amit, amit így szoktak meg az emberek, dúdolják a zenéket, és, és persze mindenkinek Ódriában jut az eszébe, de, de én ilyenkor kicsit át meg szoktam védeni Julie Andrews, mert ugye eredetileg ő játszotta ezt a broadway ha jól tudom, és Rex Harrisonnal, és Rex harrison bevették Higginsnek, viszont nála egy nagyobb sztárt akartak, és akkor ott volt Audrey Hepburn, aki, aki csodálatos volt, már maga a személyisége is, de hát nem tudott énekelni, pedig nagyon megpróbálta, és végül is nem ő énekel a filmben, talán van egy-két rész, amit ő énekelt el, de, de a dalok nagy részét egy, 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 másik ember, egy másik, egy olyan énekes nő énekelte, aki általában filmekben szinkronizálta az ének hangokat. Hát, ez meg már a látni. ének az esőben Igen. esete. És, 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 és hát persze vele maradt meg, de mégis... Mégis egy picit nekem, nekem ott van mindig mellette Julian Andrews, hogy azért ezt a szerepet, ez egy nagyon, ez egy olyan jutalomjáték bármelyik színésznőnek, aki mondjuk valamennyire benne van a zenés műfajban. Ha meg, mit tudom én, nem a zenés verzióját nézzük, akkor a Pigmalion, de hogy ez, egy, ez, egy, ez, az átalakulás, fejlődés történet, meg a férfihoz való viszony, aki megalkotja, meg, megalkotja valamilyenné, elképzeli valamilyennek azt a nőt, és akkor egyszer csak felépíti, és, és, egyszer csak az a nő életre kell, és lesz személyisége, és azt mondja, hogy most már, most már több kell, most már te is szeress engem, és most már akkor akkor legyünk, nem tudom, ha, ugyanabban a súlycsoportban. <laughs> És ez egy, ez, egy, ez, egy nagyon, ez egy, nagyon, szépen felépíthető ív, úgyhogy ezt szerintem mindenki egy kicsit a maga képére formálja. Van, nem azt kérdezem inkább, hogy szerepálmod, hanem olyan karakter a musical irodalomból, aki, aki nagyon vonz még a megkockáztatóbb, hogy nem is feltétlenül női karakter, de akit eljátszhatnál, vagy eljátszanál. Fú, én a musical irodalomban nem vagyok annyira otthon. Mi, 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 vagy hogy mondasz azt Nem tudom, példát? bárki, tehát, hogy aki, nem tudom, azt mondott, hogy milyen jó lenne egy nem tudom, az ének az elsőben ja. vagy bárki olyan, aki, aki izgalmas. Hát nekem még a Mary poppins mondogatták, hogy abba hmm. az, az jól állna nekem, és igen, szerintem az azt nagyon bólogatok. Valami, igen, ahhoz szerintem lenne valami közöm, abban lenne elképzelésem, hogy azt hogy lehetne de nem, 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 annyira ismerem, vagy hát nyilván mindig azzal a musical-el foglalkoztam, amivel éppen, ami, a, amilyen szerepben éppen megkínáltak. A Csikágót már eljátszottam, a Roxit a Csikágóból, a Cabaret, a Liza Minnelli szerepe, a Sally Bowles, tehát ezek, nekem ezek a klasszikus uh mm -hmm. és ezek gyakorlatilag igen, a My Fair együtt ezek úgy megvoltak. Tehát biztos, hogy ö, még van egy csomó másik, ami ami, 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 érdekes lehet, csak nem vagyok annyira mm, otthon ebben, vagy hát nem, nem ismerem az összeset, de a Mary Poppins, ez lehet, hogy jó lenne. Ugye te Operant Musical osztályban végeztél a színművészetén, Igen. és ez egy örök és visszatérő, és valószínűleg soha nem teljesen feloldandó, vagy feloldható Um, téma, hogy, hogy most attól... Tehát miért nézik le az operát múzikás színészeket? Bocsánatot kérek, hogy ezt így kérdeztem. Nem, hát Én ezzel jogos, nagyon nem értek egyet, de azért ez egy létező. Teljesen jogos. Nem is tudom. Hát most, hogyha ha, ha mondok egy példát, hogy <laughs> ugye mi nagyon jóban voltunk a minden prózai osztály a de Egyszer a Marika néni, a portás néni mondta, hogy... Mert ugye mi ilyen, egy ilyen, ilyen bohóckodós osztály voltunk. Tehát attól, hogy énekelni kellett, ez nagyon sok körcsöt felold talán. De hát nekünk is ugyanúgy végig kellett menni. Tehát mi ugyanúgy játszottunk prózát, meg nekünk is kellett drámai jeleneteket csinálni. De azt láttuk állandóan, hogy a prózások ilyen magukba vannak roskadva, és valaki, nem tudom, az egyik sarokban pofozza magát, mert úgy készül a jelenetre, valaki, valaki elmegy, és cigizik, és, és mindenki olyan nagyon művész, és nagyon züllött. És ez képest a mi osztályunk az olyan volt, hogy így ordítva gurultunk le a lépcsőn, miközben valami áriát énekeltünk, és, és mi inkább bohóckodtunk, tehát, hogy milyen viccesek voltunk. És a Marika néni, a portás néni mondta, hogy, hogy valahogy olyan érdekes, hogy a hogy a, az operet musical osztályban mindig olyan, olyan, úgy fel vannak dobódva az emberek, hogy így, így hülyéskednek, olyan, olyan, nem tudom, olyan csengő hangon köszönnek, mindig jó kedvük van, mindig olyan fürgék, és a, a prózás osztályok meg nyomják ezt a mély művészetet, és, és hát valami ilyesmi. Nem tudom, nem, nem, tudom, hogy ez, ez miért alakul ki, de, Végül is, miután elvégzed a színművészetit, akármilyen szakon végezted el, legyen az báb, legyen az operett musical, utána, utánunk már nem is volt, talán egy operett műzike osztály volt, a többi az zenés osztálynak neveztette magát, vagy nem tudom, de hogy ebből is volt valamilyen ilyen különbség, hogy, hogy ki, ki, kiket hogy neveznek, és aztán, és ugye a prózai osztályok, hogy ha kikerülsz a színművészetiről, bekerülsz egy színházi közegbe, és, és jó vagy, 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 vagy ö, ö, szorgalmas vagy, és sikerülnek a dolgok, akkor akkor utána onnantól kezdve senkit nem érdekel, hogy te milyen osztályt végeztél. Maximum egyszer elmondod, és így meglepődnek, hogy tényleg, vagy nem Itt is gondoltuk rólad. Hát például Rezes Judit is operett musical osztályt végzett, és gondolnád abból, amilyen közegben színésző, hogy hogy ő a, a, az, azt hiszem az oroszlán szonyjáék osztálytársa volt. A Csak neked mondom, című műsorunkban volt erről szó, hogy milyen érdekes, hogy... Hogy, hogy mit gondolnak a színészek egymás között, vagy a, még csak a színművészetire járó között is már megvan ez a, ez a distinkció, meg hogy van, ki operet, vagy zenés, és ki az, aki próza. Meg, meg tudod, az van, hogy hogy az emberek úgy érzik magukat biztonságban, ha mindenkit fel lehet helyezni egy polcra, hogy legyen neked egy polcod. Jó, oké, kicsit néha lelóghatsz róla, de azért... Menjél már oda, legyen már meghatározva, hogy ki vagy te, mi vagy te. Tudom, is mindig azt kérdezik, hogy, hogy ő most akkor te énekes vagy, vagy színész vagy. És akkor mondom, hogy hát hivatalosan színész vagyok, mert színész diplomám van. De hát ez most kit érdekel? Tehát, hogy az, az határozza meg, hogy mi vagy, ami, am, amilyen munkákat csinálsz, vagy ami, ami a hátad mögött van, vagy amit egyszer összegyűjtesz magadról, hogy... Nem tudom, vagy vagy összegyűjt valaki rólad, és azt mondja, hogy igen, ezt is csinálta, ezt is nem tudom, és akkor eldöntik majd rólad. Tehát nem, nem én döntöm el, hogy mi vagyok. Szerintem a munkáim beszélnek helyettem, és akkor azt mindenki döntse el, hogy hova tesz engem. Azokat viszont elég szigorúan válogatod, tehát elég uh, megfontoltam választ a szerepeket, hát most úgy már tudom. Igen, már igen, mert most, most De már volt, ezért... Volt rossz élmény. Persze, hát egy Rávezető rossz. kérdés volt. Persze, de hogy, hogy, ne lenne. Kell, egyébként kell a rossz élmény. Hát rossz élményből általában több, tehát inkább a jó élményt becsüli uh -huh. meg, meg úgy lepődik meg rajta az vagy jé, de jó, hogy van ilyen. Igen, igen, hát... Meg, meg, nem csak az, hanem, hanem volt nekem olyan időszakom, amikor mindent elvállaltam, mert egyszerűen fejlődni akartam, bele akartam vetni magam mindenbe, azt akartam, hogy állandóan gyakorlatban legyek, mindegy milyen film, mindegy milyen vizsgafilm volt, vagy egy, egy kísérleti film, egy, egy rövid film, egy, egy játékfilm, ha, ha forgatásról volt szó, akkor, akkor az is egy, egy gyakorlás, hogy akkor kamera, el, kamera, előtt vagyok, akkor megtapasztalom, hogy nem tudom, mi, mi, mi áll jól, mi nem, valahogy fejlesztem magamat, aztán aztán utána jöttek az olyan szerepek, amik egy kicsit hasonlóak voltak, mint egy előző, és úgy éltem meg, hogy jó, akkor most még ez egy ilyen belefér, de, de akkor többet nem. És akkor jön egy még következő, meg még következő, és akkor érzed már azt, hogy jó, akkor ebből ebből nagyon könnyen lesz skatúja, uh -huh. de még csak nem is a skatuja, a, a, mert mindenki oda tesz, ahova akar, hanem inkább az, hogy nekem most akkor megint egy hónapot egy olyan dologgal kell foglalkoznom, ami, ami engem nem előre felé visszamere én szeretnék menni, hanem egy picit visszavet, és ez lehet, hogy valakinek jó, mert mert a rendezők nagyon sokszor nem szeretnek valamit csinálni egy színészből, hanem szeretik, hogyha az már alapból megvan a színész Aha. személyiségében, mert az már egy bevált, kipróbált dolog. Én viszont szeretnék valami olyan irányba menni, ami, amit még nem próbáltam ki, vagy amiről azt gondolom, hogy még nem tudom, egy nagy kihívás lehetne, de hát, ha sikerül. Mi az a skatúja, amit a leges, leges legjobban írtóznál, vagy írtózol? Tehát mi nem szerettél volna soha lenni, vagy nem szeretnél most sem lenni? nem tudom, segíts valamit, mondj, mondj, mondj hát, hogy nem folyadákat. tudom. Az emberek szerintem, ha rád akkor azt mondják, hogy aj, hát te olyan csinos kis filigrán, kis naiva vagy. Na most, aki öt percet látott már színpadon, tudja, hogy azért ez nem egészen így van, hogy te ilyen könnyes katujázható ember vagy. De vagy ránézésre biztos sokan azt mondják, hogy neked akkor ilyen nagy naiva szerepeket kell játszani. Ö... Mondjuk nem tudnál nagyon buta a lányt eljátszani, vagy nem szeretnél, hogy nagy rajtad maradjon. De há, nem, el, el lehetne el tudnám játszani, csak csak nem. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy ne sztereotípia legyen. Tehát, hogy úgy, úgy legyen buta, hogy, hogy ne legyen olyan elsőkörös, hanem hogy legyen benne valami csavar. Mm -hmm. tehát, hogy te, tehát, hogy mondjuk úgy játszani egy butalányt, hogy, hogy az a butalány az nagyon okosnak gondolja magát, és az elején még te is elhiszed, hogy okos. És egyszer csak, amikor az az út, ahogy mondjuk te nézőként, mert én ezeket szeretem, amikor nézőként rájössz, hogy Úristen, ez tökre becsapott, ez, ez, ez teljesen én azt hittem, hogy, és, hogy, és a csavar, tehát mindig, mindig, akkor van aha élményed nézőként, hogyha ha egy kicsit ö, ö, be tudnak csapni, a színész be tud csapni. És hogy ez persze jó lenne, csak hogy nem a sztereotíp but, tehát hogy, hogy ne, uh -huh. ne, a sztereotípia butát, hanem valami, valami olyat, ami, amit még nem, amilyet még nem láttunk. Ö, valamit akartam mondani, de elfelejtettem. A butaságról, vagy nem tudom. Ja, igen. Az, hogy itt a COVID alatt hívtak sorozatba, uh -huh. és annak köszönhetem ezt, hogy egy-két ilyen kis hülye videót csináltam. Hát az elég a... nagyot mentek azok a kis hülye videók. <laughs> igen, én is nagyon meglepődtem rajta, de hogy kifejezetten felhívtak egy olyan kéréssel, hogy ezt a karaktert eljátszanám -e egy, egy sorozatban. Egy napi sorozatban. Mert hogy ez kell valaki. És nagyon megörültem annak, tehát ez olyan szempontból jó volt, hogy hogy ez most nekem olyan volt, mint egy casting. Tehát nem kellett elmennem egy castingra, uh -huh. hanem valaki a saját magam által készített videó által gondolta azt, hogy én bekerülhetek az ő filmjébe vagy sorozatába. Ugyanakkor az volt a probléma vele, hogy ez egy kis gegnek jó. Két-három percig, de az, hogy én egy ilyet... Nap, tehát, hogy napi, napi szinten nézzenek engem egy ilyen karakterben az emberek, főleg mondjuk egy olyan közeg, akik nem ismernek annyira, vagy nem tudnak sokat a munkásságon, és tudom, hogy ugye, hogyha bekerülsz egy napi sorozatba, akkor azzal azonosítanak, akkor uh -huh. ha bemész a közértbe, akkor már azon a néven szólítanak, hogy kell ez nekem? Akarom én ezt? És akkor, és akkor tehát mondom, egyfelől tök jól esett, de, de akkor megláttam a sötét oldalát, és azt mondtam, hogy hogy, hogy én ezt, hogyha most szépen végigzongorázom, akkor ez egy nem, 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 nem lenne jó út. Úgyhogy. Hogy születtek ezek a videók? Ugye volt a Corin a, a, franci... a francia. Na látod, megint egy akcentus a francia, a, vagy hát nem is tudom, a franciául magyar törő. <laughs> lány. Én, én a, vele találkoztam először, és egy boldog boldogtalannak küldözgettem, és így órákig röhögtünk Igen, rajta. ő volt az első, ő volt az első uh, kislány, ez a uh, Korin. Ez, ő úgy született, hogy a Lack Fianos, uh, tehát szerintem miután, nem tudom, március közepén tavaly ránk zárták az ajtókat, ő körülbelül talán két hétig bírt a tétlenül, de lehet, hogy akkor se, és, és hát megkereste a barátait, vagy, vagy a neki fontos embereket, vagy akikkel már úgy dolgozott, vagy akiktől szívesen hallana valamit, hogy ő átírt egy-két ilyen híresebb szöveget karantén, karantén jellegűre, és hogy lenne -e kedvem elénekelni a Sanzelizét, uh, Zsó, Zsó Dassen, híres Sanzon énekes dalát, uh, magyarul az ő fordításában, karantén stílusban. Karantén stílusban? És, <laughs> igen, és mondtam, hogy, mondtam, hogy jó küld. És hogy hát ő úgy gondolta, hogy én ezt nem tudom, fogom a papírt, és majd majd akkor én ezt fölének egy, egy kamerába. <laughs> és én elkezdtem rajta agyalni, úgy ültem, olvasgattam a szöveget, nagyon szellemes szöveget írt, és mondom, de hát Hát ez, ez úgy lenne buli, hogyha mondjuk én tudnám magamat kísérni gitáron. Hát nem nagyon tudok gitározni, de azért valamennyire tudok. Tehát, hogy, hát, felhívtam a Krutkarobit, megkérdeztem tőle azt a pár akkordot, meg azt, hogy hogy lehetne, hogy lehet, tudnája -e küldeni egy kápót a gitáromnak de aztán kiderült, aztán valahogy rájöttem, hogy nem is kápó kéne, valamilyen nagyon gagyi kápót ki kéne találni, és akkor egy ilyen <laughs> nagy vastag filztollat szereztem, és azt így gumiban rágumiszto rá a gitára, és egyszer csak elkezdett, elkezdett a fantáziám így beindulni, hogy jó, de akkor de akkor ez ne is én legyek, hanem legyen valaki más, legyen egy legyen egy francia csaj, és el akcentussal. Jó, akkor legyen egy olyan csaj, aki, aki mondjuk tanulja a magyart, és mondjuk itt ragadt a karanténban, és akkor így már Jöttek, Aha. jöttek az ötletek, és úgy nagyon beleszerettem a saját játékszerembe, és akkor már kitaláltam, hogy hú, valahol anyukának volt valami ilyen régi sváci sapkája egy ilyen piros, akkor, akkor már legyen hozzá valami csíkos fölső, és akkor legyen az a teljesen francia sztereotípia. Igen, és akkor találtam valahol, de hát én akkor de túl voltam egy ilyen nagy takarításon, egy ilyen nagy tavaszi nagy takarításon, mert ugye mire használtam, hogy mindenki takarítani kezdett a, 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 a négy fal között, és annyi ilyen fölösleges tárgy ö, ö, került felszínre, hogy, hogy ezeket mind mondtam, hogy jó, akkor ez jó lesz valamire, ez is jó lesz valamire. És egy régi, nem is tudom, egy. Spanyolországban vettem a Szefórában egy ilyen, egy ilyen mű, mű frufru, tehát műhaj, egy nem, de csak a, a, emlékszem, hogy bementem a boltba, és mondom, na ez jó lesz valami szerepre, vagy majd majd valamikor jó lesz, és akkor, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most itt van, itt, itt, az idő, és eljött a műfrufru ideje. Lesz. Eljött a ideje, és most premierje lesz, úgyhogy, úgyhogy ez valahogy így, így adódott, és, és, akkor összehoztam egy ilyen videót, és, és meglepően nagyon szeretik az emberek, és tényleg nem gondoltam, hogy akkor a kört fut. Hát és a Lacvét is eléggé meglepted vele, hogy, Igen, hát, igaz, ugye erre nem volt felkészülve. És kézzedem, hogy a János szegény, ő meg felhívott egy pár nap után, hogy Kátya, nyugodtan mondd meg, hogyha nem tetszik, és hogy nem, mondom, ne, ne viccelj már, pont az hogy, az, hogy nem akarom a véletlenre bízni, hát akkor most már, most már igazi, igazi ö, ö, klip lesz belőle, vagy is tudom, hogy meg, megrendezem magamat, úgyhogy, ö, úgyhogy nagyon, nagyon örült neki, úgyhogy mondta, hogy ő és a végül is, szegről végről ő Korin apukája is. Egyértelmű. <laughs> <laughs> és a másik karakter a Cintia. Na, ő már egy megosztóbb személyiség volt. Tehát ott ő szegényke kapott hideget, meleget. És, és az volt nagyon érdekes, hogy, hogy ott, ott aztán nagyon sokan elhitték, hogy ő egy, egy, igazi. egy igazi. valaki. Tehát, hogy ő egy tényleg, tényleg valaki, aki próbálkozik egy tehetségkutató műsorba. És uh, nagyon érdekes, tudod, sokan, amikor nézik ezeket a tehetségkutatókat, Sokan mondják, hogy uh, az a kedvenc részük, amikor ott az elején bénáznak az emberek, mm -hmm. amikor olyan, amikor azt hiszi, hogy ő, ő, milyen jó énekes, mert hogy otthon mennyit dicsérték, és akkor mindig bevágják a zsűri arcát, hogy hogy nézik őket. És kézzed, azt úgy gyűlölöm, azokat, azt, az egyszerűen olyan, olyan szörnyű érzés, hogy, ö, hogy, ö, hogy, hogy, ország világ előtt megalázzák ezeket az embereket, és nem az van, hogy valaki félrehívja őt a sarokba, és elmondja, hogy figyelj, tök jó ember vagy, nincs veled semmi gond, csak ezt, ezt, ezt neked nem, nem kéne, és hite, hogy te teljes értékű ember, e helyet lealázzák. Ez szerintem, ez szerintem annyira rossz, rossz irány, és ezt megmutatják a többi embernek, és a többi ember úgy érzi magát, hogy igen, igen, én, én jó vagyok. Én jobb vagyok tőle. Na látod, tőle, megint. Igen, igen, jó vagyok nála, igen. Igen, igen, igen. igen hogy ne, én nem megyek egy ilyen műsorba, mert pontosan tudom, hogy én mit tudok, és mit nem, és ez a hülye meg elmegy, és ez eltennél, meg én is sokkal jobb vagyok. Szóval ezeket valahogy, valahogy nem, nem, ezt az attitűdöt kéne erősíteni magunkban, ezt, ezt nem, nem kéne ezt sugározni az embereknek, mert teljesen rossz irányba viszi. És tényleg volt, aki, hát volt, aki egyből levette, ugye főleg a, a, a barátaim, tehát én ezeket ugye a barátaimnak csináltam, de hát, de hát ugye boldog-boldogtalan szétküldte meg, meg ugye megosztják én is. ezeket. Igen. <laughs> és, és, hát valaki nem tudja, hogy ki ez, hogy ez egy, ez, ez, ez egy színész, aki, aki, most éppen itt eljátszik egy szerepet, hanem, hanem valaki, aki próbálkozik a tehetségkutat. És ugye azt se tudták hova tenni, hogy, hogy van egy, van egy uh, ilyen mindenki által ismert négy dal, vagy katona dal, amit mi még a, az általánosban tanultak, és azt valaki széthajlítgatja. Igen, ugye ez a Gábor Áron gyújja, ha valaki nem látta volna <laughs> még, akkor <laughs> majd most rákeres. <laughs> szóval, szóval igen, és akkor hogy a Gábor Áron gyújja, azt mindenki énekelt, azt mindenki ismeri és tudja, és valami megvan a fülünkben. És ugye ott van az, hogy, hogy hogy ugye mi a trendi? Az a trendi, hogyha, egy, hogyha mindent széthajlítgatunk, és akkor minden egy ilyen R&B stílusra szól, és ebből próbáltam egy poént csinálni, vagy egy ilyen, egy ilyen viccet. És hogy szét, tehát hogy az én emberek idegeit egy kicsit így szét, szétszette ez az egész, hogy de hát nem hamis, de hát végül is egy erős hang, de hát valami nagyon nem stimmel benne, de nem tudja, hogy mi odaírok valami, valami borz hát ez borzalmas, hogy, és, és, én, én ezt láttam ebben az egészben, ugye nem vettem magamra, hiszen, hiszen az emberek nem, tehát hogy nem, nem hozzám kötötték, hanem valaki máshoz, csak ott is egy olyan érzésem lehet, hogy, Annyira sajnálom ezt a karaktert, hogy saj, sajnálom, hogy őt most ezért bántják. Tehát, hogy, <laughs> hogy, hogy, és akkor véleményeket, igen, hogy, hogy, jó a hangod, de még dolgozni kéne rajta, vagy hogy ezt a dalt nem ilyen. Tehát volt, volt ilyen jó indulatú ember is. Akkor volt, aki sikítva nevetett rajta, kértett a point, és aztán utána azt láttam, hogy eltelik vele mennyi idő, és emberek felvilágosítják egymást, hogy ez nem egy, egy, játék, tehát itt valaki megviccelt téged, és te teljesen elhitted. És, és akkor utána, utána, ugye ilyen csomó mindenki szerkesztve osztotta meg, tehát megosztotta az oldal, hogy ezt a hülyét, Jézuson megint, Aha. és utána elkezdték szerkeszteni ezeket a bejegyzéseket. És nekem az egy olyan szociológiai tanulmány volt. Tényleg, hogy ezen gondolkodtam, hogy írni kéne erről valami eszét, vagy, 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 vagy hogy lehetne ezt az egészet tovább vinni, vagy hogy mit, mit mi, mi le, mondjuk mi lehetne ennek a lánynak a következő videója, hogy tehát ez, ezeken kezdtem el gondolkodni, és aztán végül is Végül is nem akartam itt borzolni tovább a kedélyeket. És egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy összehasonlítva ugye a Korin karaktert, amelyik sokkal egyértelműbb, aranyosabb, hogy ott is kapott egy csomó ilyet, hogy nagyon ügyes vagy, hogy tanulod a magyar nyelvet. Mindenkinek nehéz először, majd sokkal könnyebb, hogy mindig megköszöntem, hogy köszönöm szépen, pró, pró, próbálkozom kicsi, pici. <gül> <gül> és, <gül> ezért, <gül> mert ez a mese, tehát ez, a, ami, am, amiről beszéltünk, tehát például, na ez is egy ugyanilyen mese. A másik meg, az egy bicska nyitogató. Hát az bicskany, hogy ez be akar kerülni valami sóba, nem akar dolgozni, nem akar elmenni árufeltöltőnek a tesco hanem sztár akar lenni, és akkor itt a Gáboráról rézágyúját alázza meg az a kell a széthajlított frazírokat. De, de hát nem hamis, vagy tudod, ez valami, valami nem igen, áll furcsa, össze. Valami nem áll össze, annál idegesítőbb. Érdekes. Meg hát az, hogy mennyire ki vagyunk feszülve egyébként Igen, az utóbbi egy hát hogy, tehát a normális esetben, a, tehát normális helyzetben, amennyiben van már ilyen, hogy normális, hogy ne biztos vagyok benne, hogy nem, nem, nem feszülne rá erre ennyi ember. Gondolod? Vagy most már tartunk ott mentálisan lehet, hogy már mindenre ráfeszülünk. Szerintem ez, ez a, ez, a, közösségi platform, ez, ez az, hogy, hogy, hogy nem kell szemtől szembe mondanod, hanem leírod. Aha. Tehát ez, ez, hogy nem kell beleállnod egy konfliktusba, hanem leírod a véleményed, hiszen véleményt nyilvánítani szabad, neked ez a véleményed, és te leírtad, és most jól vagy. Tehát egy kicsit egy ilyen, én, én ezt érzékelem, hogy egy, egy, egy ilyen pszichó. Tehát te, ventilálás megy. És olyan, kommentet, vagy akár kritikát kaptál le, ami, ami a személyedet, tehát a valódi személyedet, egy valódi alakításodat illette vele valaki, és rosszul esett neked? Persze, persze, de már nem emlékszem, mi az. Vagy, tudod, mini úgy vagyok vele, hogy ez akkor volt nagy szám, lelkileg, amikor bejött az internet. Aha. Tehát amikor mondjuk megjelent a színház fórum, és akkor egy-egy előadás után, már akkor mi színművészetisek voltunk, és voltak nyilvános vizsgálőadásaink, és akkor az, ott, ott megítélték az embereket, hogy mit tudom én, ki, kiből lesz jó színész, és kiből nem, és akkor még ugye nagyon képlékeny, vagy érzékeny vagy, még, 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 nem vagy színháznál, még nem indult el a karriered, még, nincs, még nem vagy túl ezeken a nagy ő, dolgokon, és akkor, úristen, akkor, nagyon, akkor én nagyon, nem tudom, két napra teljesen kidőltem, ha, ha valami rossz ö, ö, kritikát kaptam, és akkor utána össze kellett szedjem magam, és hát ezekből az összeszedésekből gyakorlatilag te megerősödsz, vagy nem uh -huh. tudom, vagy egy idő után már azt mondod, hogy jó, van, ez, ezt most már nem fogom, vagy, vagy nem nézem meg, vagy megnézem és aztán egy idő után nem is nézed meg, mert már annyi mindent csináltál, hogy bármihez, bármit hozzá lehet szólni, meg már tű, túl vagy ezen a tűzkerességen, tehát hogy már nincs az, hogy én én mindig mindent jól fog csinálni, és akkor engem nem fog rossz kritika illetni. Rájössz, hogy ilyen nincs. Tehát bármit, tehát hogyha ha túl jól csinálod, az is, az is probléma, akkor is lesz valaki, mert túl sok lesz a jó komment, és valaki majd azt be akarja feketíteni, vagy ugye el akarja rontani, hogy azért, azért ne gondoljuk már, hogy izé, és és innentől kezdve azt mondja, hogy ja, megtapasztaltam ezt is, megtapasztaltam azt is, utána a vízözön. Van egy olyan pontja az életrajzodnak, ami engem nagyon-nagyon izgat, az, hogy te nagyon hosszú időn át szó szerint éltél szerte Európában. Mm. Nem, volt, nem volt ez olyan hosszú idő, ez kb. egy-két év volt. És, <laughs> nem ö... volt olyan hosszú? Ja, idő. de nem, nem úgy egy-két év, hogy egy-két éven keresztül, hanem hogy egy-két évnek a. a nyáron egy, mit tudom én, két hét vagy három hét abból az időszakból. Aha, tehát nem az volt, hogy akkor te elmentél. Nem, nem. Egyik városból átstopoltál másikba. Tehát nem ilyen hátizsákos, hogy ott is éltem, és akkor abból szereztem a pénzt. Nem, sajnos ennyire nem romantikus, de, de, de bele, beleugrottam egy ilyenbe, egy nagyon kedves zenészbarátommal, barátommal, akinek mondtam, hogy ez még a színművészeti előtt volt, és én én nem nagyon hittem abban, hogy, hogy nekem hivatásosan művészi pályára kéne mennem. Senki nem volt művész a családban, tehát nem hittem abban, hogy ez nekem sikerülhet, és, és nem volt gyakorlatom a, a színpadokon. És hát ugyanez volt a problémám, amit még az elején elmondtam, hogy, hogy én, én akkor szerettem énekelni, amikor, amikor én akartam, nem pedig akkor, amikor kell. És, és, akkor ö, ezt találtuk ki, hogy hogy, ez, ö, hogy, 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 az ember egyszerre világot lát, meg egyszerre ö, produkálja magát egy olyan közegben, ami, ahol valakinek felkelti az érdeklődését, valaki figyel rá, valaki meg elmegy mellette, és hogy, és hogy ezt, ö, ezt, ezt, így kell gyakorolni, tehát hogy ez csak gyakorlással lehet, is. És akkor ez nem, nem hivatalosan egy színpad, vagy egy színház, ahol nem lehet tévedni, hanem, hanem, az ember kiáll egy mikrofonnal, és aztán, és aztán meglátja, hogy ki az, aki megáll, ki az, aki hallgatja egy kicsit, ki az, aki tovább megy, és ez érdekes volt nekem. Mit adott ezen túl neked? Tehát mondjuk Tudom, a közönséget megtanultad, hogy ki hogy reagál adott helyzetben, vagy bármi olyan, ami a zenén a fellépésem magán túl tanulsága ennek az időszaknak. Nagyon sok érdekes ö, tapasztalatom volt. Például, ö, például olyanok, hogy. De ugye ez mind külföld, tehát uh -huh. ez nem a magyar közönségről beszélünk, uh -huh. hanem mondjuk franciákról. Tehát Párizsban az Hotel de Ville előtt. Ö, koncert tesztem, vagy hát ott, ott léptem fel egy ilyen magyar hét keretében, és, és akkor ott mondjuk volt egy, volt egy úr, aki odajött, és mondta, hogy nagyon hát, hát fantasztikus, hát, hogy így Edith Piafot énekelni, és ilyen fiatalon, és hogy ez, és akkor fel volt jegyezve neki, hogy hol, hol mondok más mással hangzót, vagy, vagy hol vannak hibák, és hogy ezeket javítsam ki. És akkor én, mint egy jó diák, 17 éves voltam, még gimis, elővettem én is a ezt, és akkor beírogattam, hogy ja, jó, jó, akkor is egy francia mondja, de hát nyilván <laughs> nyilván megdöbbentő volt egy kicsit, de hát diák voltam, tehát hogy én még, még abban az időszakban voltam, hogy ez, ez teljesen, teljesen, normálisnak tűnt Nekem meg, tényleg hibásan énekeltem, úgyhogy, 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 úgyhogy ilyenek voltak, akkor, akkor, volt, hogy megálltunk Bordóban például, és akkor ott egy, egy ilyen sétáló utcában énekeltem. Akkor odajött egy hajléktalan, és ő dobott be pénzt, képzeld el. Ha. És azt most és nagyon megköszönte, és ugye tényleg annyira megmaradt a, a, az a tekintete, ilyen nagyon világos kék szeme volt. És annyira, és akkor megköszönte, és és tovább ment. De szép ez. Fél, nagyon 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 megható volt. Aztán mi volt még, volt a münchenben, és akkor ott ö, emlékszem, hogy ö, a talán a macskákból énekeltem valamit ezt a. Az éjfél, igen. Igen, 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 igen. ez angolul. És akkor ott ott nagyon sokan összegyűltek, és kijött két rendőr, <laughs> és végig várták a műsort. És akkor, ahogy vége volt az egész műsornak, odajöttek az emberek, és bele, -bele dobálták a pénzt a nem tudom, a nyitott gitártokba, vagy, vagy nem tudom, hogy kalabba, mi volt ott, és oda a rendőrök, és mondták, hogy ők is tapsoltak, ami nagyon-nagyon szép a műsor, de sajnos itt, 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 itt nem lehet zenélni mert feljelentették önöket csendháborításért, de, de mi még nagyon hallgattuk volna. Tehát egy ilyen élmények voltak. És a rendőrök elnézést kértek, és mondták, hogy természetesen nem fognak megbüntetni, és már nem emlékszem, hogy ők dobtak ebbe valamit, de ott álltak, és néztük, hogy ezek mit akarnak itt, és vár, és olyan volt, mintha néznék a műsort, és ahogy vége volt, akkor jöttek össze, szóval hogy elképesztő, elképesztő élmények voltak az utcazenél és az elkapcsolatban. Volt olyan, hogy valaki valaki odajött, és, és csak, csak úgy leült abba a között, tehát a, a, ott, ott, ahol szólt a zene, ott a közelben leült egy padra, és ott írta meg a valamilyen háziát, vagy, vagy, vagy tanult, vagy nem tudom mit se. Tehát valaki, valakinek, valaki háttérzeneként ö, ö, használta, vagy, vagy, hát annyira nem volt háttérzene, mert nagyon közelült, tehát ezeken gondolkodtam például, hogy hogy mennyi mindenre jó valakinek a zene. Én például nem tudnék úgy más csinálni, vagy tanulni, hogy közben megy a megy, megy, megy a zene. Valaki meg ezt szereti. Hát van, amikor sokat segít. Valakinek igen, nagyon sokat segít. Inspirálódni akár. Hát, vagy akkor én mondjuk klasszikust hallgatnék ilyenkor, vagy nem is tudom, valami olyat, ami ami, ami ami amihez nincs kép, vagy nincs látvány, vagy uh -huh. ilyesmi. Ez egy érdekes volt nagyon. Zárszóként mondj valami olyat magadról, amit senki sem gondolna rólad. De igaz. Jaj. <gül> <gül> senki sem gondolna rólam, de igaz. Hát, hát nem tudom, hogy mennyire nem gondolna rólam, azt talán nem is tudom, hogy elmondtam-e a, a, madácsos beszélgetésünknél például hogy hát de mondjuk ez is szakmához kapcsolódik, hogy hogy nekem a, a színművészetén hát nagy gond volt az éneklés, vagy rendre elrontottam az énekvizsgáimat. Ezt nem meséltem? Hát azt, hogy, hogy gátlásos voltál, de hogy el is rontottad a vizsgákat. Igen, szóval gajra mentek az énekvizsgáim. Miközben, miközben az órákon teljesen jó volt, amit csináltam. Tehát a Bagó Gizella, a hangképzőmesterem rengeteget, rengeteget dolgozott velem. De mindig azokban a helyzetekben, amikor ki kellett menni énekvizsgázni, aztán ki kellett állni a színpadra, és ott ültek a tanárok, egyszerűen egyszerűen olyan állapotban került, olyan állapotban került, ami nem voltam ura magamnak, és 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 nagyon fura dolgok történtek velem, és azt hiszem, hogy harmad évben sikerült először úgy leének vizsgáznom, ahogy szerettem volna. és ha valamelyik, valamelyik, még ilyen nem sikerült ének vizsgám után a Kornis Mihály tanár úr hogy tanított minket, mondta, hogy nem is tudom, vagy visszahallottam, vagy, vagy valakiknek mondta talán, de azt mondta, hogy hát valamelyik ének vizsga után, hogy hát ez a kislány, egy nagyon tehetséges színésznő lesz, de hát nem kell neki énekelni, hát mert, mert ez, ez, nem megy neki, de hát van egy kis hangja, de hát teljesen jó lesz majd színészként. És akkor, és akkor amikor az első műpás koncertre készültünk a, a Gizella tanárnővel, akkor, akkor valahogy felhoztam ezt a történetet, de az a helyzet, hogy akkor a is Mihálynak igaza volt. Akkor, akkor igaza volt? Teljesen, igen, abból kiindulva teljesen igaza volt, és akkor úgy mosolyogtunk ezen, hogy, hogy azért, azért akkor akkor ez azt jelenti, hogy nagy, nagy, ö, nagy kört futottunk, vagy hát messzire Szép jutottunk, ív, Igen, igen. <laughs> igen, igen, innen szép nyerni, tulajdonképpen. Hát ö, nem is tudom ez ez. Ez, hát ez most, ha, ha valaki először hall énekelni, biztos nem gondolta volna ezt róla. Hát ez tényleg a, a nagy, nagy részben a Gizella érdeme. Tehát, hogy ha most végig gondolom, hogyha nem, nem hozzákerülök, ő azért nagyon ismeri a lelkem minden rezdülését, és, és azért nekem meggyőződésem, hogy az éneklés az, az, az nagy részben pszichológia. Nálam legalábbis nagy részben az volt és akkor ő ezt át tudta törni, ezt a falat. Vagy hát együtt áttörtük, nyilván. Nem volt könnyű, de, de megérte. De sikerült. De megérte. Igen, és, és dolgozunk továbbra is, megyünk és nézzük, hogy milyen új kihívások lehetnek. Úgyhogy, úgyhogy azért a, a, zene, a zenében mindig nagyon jó fejlődni. Hát azt kívánom, hogy amikor majd legközelebb jössz hozzám beszélgetni, akkor majd újabb ilyen nagy nagy fejlődésekről, meg izgalmas kanyarokról tudjunk beszélgetni. Mm. Nagyon szépen köszönöm Tompos Kátyának, hogy itt volt velem. Én is köszönöm. Én úgy érzem, hogy tartottuk a szavunkat, és beszélgettünk egy jót. Igen. Szerintem igen. Gyere máskor is. Jó, köszönöm.